7 évet küzdött a petefészek rákkal Nancy Ditze berlini modell, akiről egy kisfilm készült, egyedülálló, rendhagyó művészfilm, hogy hogyan küzdött a petefészek rákkal, amely jól megelőzhető, jól szűrhető, korán kell észrevenni. Nagyon-nagyon fontos témáról lesz a következő percekben szó. Nagy Tóth Ildikót, a Májva Virág Alapítvány elnökét és dr. Pete Imrét, az Országos Onkológiai Intézet főorvosát köszöntjük. Jó reggelt! Jó reggelt! Vagy hogy nagyon sokan ismerik rend, ugye Tóth Ica. Most, hogy megbeszéltétek, hogy Tóth Icóként fogjuk a hölgyet fölkonferálni, azt mondtam, hogy Nagy Tóth Ildikó, de nem szeretném elviccelni a témát, mert azért a legdrámaibb részével kezdtem. Az csak egy apropó, hogy egy filmmel próbálnak segíteni a nagy közönség figyelmét fölhívni erre a problémára, de igazam volt-e abban, hogy ez egy jól diagnosztizálható, könnyen leküzdhető betegség az időfaktorral kapcsolatban? Hát az az érzésem, hogy nem. Nem, nem. A probléma az, hogy ennek a betegségnek nincsenek korai tünetei, ennél fogva nagyon nehéz felfedezni. Az tehát angol pont száz, az ellenkezője. Az angol száz területen ezt a betegséget silence killernek, vagyis hallgatagyilkosnak nevezik, éppen azért, mert nagyon későn kerül felfedezésre, és ebben az esetben már a gyógyítási esélyek meglehetősen rosszak. Magyarán a tünetek már akkor jelentkeznek, amikor szinte nincs is visszaút? Pontosan erről van szó. Milyen? Igen. Nem pont azt kérdeztem volna egyébként, ha már ezeket a tüneteket az ember szeretné tudni, akkor melyek a legfontosabb tünetek? Azt szoktuk mondani, hogy jellegtelen tünetei vannak, tehát nagyon könnyen összekeverhetőek, például egy gyomorrontással, bél problémákkal, általában egy hasi puffadás az, ami még kíséri, viszont az nagyon fontos, és ezt pont beszélgettük is főorvos úrral, hogy azért, ha most az embernek most puffad egy kicsit a hasa, azért még ne gondolja azt, hogy petefészek rákja van, viszont itt az, hogy hosszantartóan, tehát elnyúlóan, hosszú időn keresztül azért ezek a tünetek fennállnak. Hát hónapokat szoktak mondani, nem hónapokat. Hát ugye attól a pillanattól kezdve, hogy ezek a tünetek jelentkeznek, ettől fogva nem múlik, erősödik, egyre agresszívebb lesz a tünet. Ebben az esetben mindenképpen fel kell, hogy merüljön a gondolat. Kiszűrhető-e a petefészek rák egy rutin nőgyógyászati vizsgálattal, vagy sokkal célzottabban kell vizsgálni? Ugye a második kérdés ez lett volna, hogy szűrhető-e a petefészek rák, a helyzet az, hogy nem. Egyre jobb a helyzet. Igen, hát ez határozza meg ennek a betegségnek a karakterét. Nincsenek olyan speciális tünetek, vagy olyan speciális jelek, aminek alapján lehetne ezt a betegséget szűrni. Éppen ezért kerülünk oda, ahova kerülünk. Nem olyan, mint a méhnyakrák, ahol citológiával lehet szűrni. Nem olyan, mint az endometriumkart, tehát a méhtestrák, ahol a vérzési rendellenességből erre lehet következtetni. Itt nincsenek ilyen tünetek. Nyilván vannak eszközeink, amivel azért ezt fel lehet fedezni. Segítsen! Hogyan fedezik fel a petefészekrákot, és akkor még van-e remény, amikor felfedezik? És közben, bocsánat, hogy itt megakasztom a beszélgetést, de a nézőink is látják annak a kisfilmnek a részleteit. Ugye, amit a beszélgetésünk elején ugye említettünk, hogy ez a kampánynak a része. Így van. Ez a film. Igen, bocsánat, figyelünk, doktor úr. Tehát a petefészek rákot alapvetően ugye ultrahangos vizsgálattal lehetne korán felfedezni. Bocsásson meg, hogy közbevágok, ultrahangos vizsgálat minden rutin nőgyógyászati vizsgálatnál van. Ennél célzottabban kell vizsgálatni? Nem, hanem ezen vizsgálatok alkalmával fel kell merülni az ultrahangos kép alapján, hogy esetleg az, amit a kismerencében látunk, az esetleg lehet egy rossz indulatú folyamat. Ha ez a lehetőség felmerül, akkor további lehetőségeink vannak. Igen? Vannak bizonyos tumormarker vizsgálatok, vagy olyan eszközök, aminek a segítségével meg tudjuk mondani, hogy milyen valószínűséggel lehet az az elváltozás rossz indulatú. A tumormarker az már egy nagyon célzott vérvizsgálat, ez egy nagy rutinnak sem része. Az egy rutin vérvizsgálat, nem része. Hát ugye utalnék arra, hogy ezt a két vizsgálatot lehetne a populációban végezni, de ez egy olyan drága vizsgálat, hogy nincs ország, amelyik ezt föl tudja vállalni, éppen ezért ez tömegszűrésre nem alkalmas, csak célzott szűrésre. Tudják, az az érdekes most ebben a beszélgetésben, ugye amikor általában figyelemfelhívó kampányokkal foglalkozunk, akkor annak az a célja, hogy az önsegítés vagy a proaktív magatartás. Persze, menj el szűrésekre. Igen, és most a percek óta arról beszélgetünk, hogy nincs tünet, későn fedezzük föl. Mit lehet tenni? Miről beszélgetünk? Az a nagyon fontos szerintem, hogy tudjuk, hogy van ez a betegség, hogy ismerjük a tüneteket, hogy olvassunk utána, beszéljünk róla a nőgyógyászunkkal. Tehát én mindig azt szoktam mondani,
egy kicsit idézőjelben, hogy legyen ott a zsebünkben, hogyha ne adj Isten, ténylegesen ott vannak ezek a tünetek, és mondjuk járunk akár orvoshoz, vagy a körzeti orvoshoz, vagy bárhova, és nem derül ki, hogy akkor most ez miért van. És még mindig fennáll, akkor hogy nekünk legalább jusson eszünkbe az, hogy menjünk utána. És akkor mit kér a nőgyógyászától a nő? Hát nyilván azt, hogy vizsgálja meg a petefészkeit, rendben vannak-e, lehet-e ez a puffadás, lehet-e ez a gyomorrontási tünet arra utaló jel, hogy mert ő olvasott róla. Szóval nagyon fontos a kommunikációban, azt gondolom az orvos-beteg között az, hogy ez egy oda-vissza kommunikáció legyen, merjünk kérdezni, merjünk beszélgetni róla. Arról is beszéltünk ugye a stúdióban, hogy Magyarországon évente 700 veszítik életüket ugye ebben a rákban, és ugye említette a doktor úr azt, hogy világviszonylatban 140 ezeren. Világviszonylatban 225 000-230 000 ilyen betegséggel lehet számolni. Magyarországon egy olyan 1100-1200 az újonnan felfedezett beteg. A jelenlegi orvostudomány tud-e ezzel kapcsolatosan bármit mondani, hogy azok, akik ilyen daganatos betegségben szenvednek, milyen kor alapján kik a legveszélyeztetettebbek? Azt szeretném mondani, hogy ez valahol az idősebb kor betegsége, tehát elsősorban a menopauza környékén, vagy utána jelentkezik ez a fajta betegség. Akkor ez a modell rendhagyó korban? Az a helyzet, hogy vannak fiatalkorban előforduló daganatok is, tehát ismert tudjuk, nem váratlan esemény ez, de az öme az általában az idősebb korban jelentkezik. A jó hírem ezzel kapcsolatban az, hogy nagyon sokat változott a világ az elmúlt 10-20 évben. Ez a betegség valamikor egy azonnali halálos betegség volt. A felfedezés után néhány hónapon, esetleg egy éven belül a betegeket elveszítettük. Ennyire gyors. Jelenleg a rendelkezésünkre álló eszközök segítségevel, ugye itt a műtétet és a kemoterápiát értjük ezen, ebből a betegségből egy krónikus betegséget sikerült csinálni, ami azt jelenti, hogy a betegség felfedezésétől a páciens akár 8-9-10 évig is élhet. Genetikai hajlamról beszélhet? Kétféle típusát különböztetjük meg ennek a betegségnek. Az egyik a genetikai úton kialakult úgynevezett örökletes petefészekrákot. Ez az összes betegségnek körülbelül 15%-át képviseli. Ez a kisebb. Ez a kisebb, de ez a veszélyesebb, mert azok a hölgyek, akik ezzel a betegséggel rendelkeznek, vagy ezzel a stigmával rendelkeznek, náluk 50% az esély arra, hogy az életük folyamán a betegség kialakul. A másik a sporadikus, ennek az előfordulás egy olyan 2%, és ebben az esetben annak a valószínűsége is sokkal alacsonyabb, hogy ebből az élete folyamán daganatos. És ez a második mivel függ össze? Életmóddal, táplálkozással? Nagyon érdekes, ugye vannak olyan dolgok, amiről tudjuk, hogy szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában. Ilyen például az, hogyha valaki nem szült, hogyha valaki későn vállalja az első szülését, ilyen az, hogyha valakinek endometriózisa van, ilyen az, hogyha valaki fertilitási problémákkal küzd, és emiatt stimuláló kezelésben részesül, de ehhez életmódbeli tényezők is kapcsolódhatnak, kövérség, alkoholfogyasztás, dohányzás és így tovább, mint általában a legtöbb ilyen betegségnél. Icó drága, az Önök alapítványa Petefészekrák világnapján hogyan próbálja felhívni erre a figyelmet, erre a betegségre? Ez a kisfilm, ez tulajdonképpen egy átvett kisfilm, amit egy európai szervezet, amelyhez tartozunk, onnan indult ez az egész, úgyhogy 17 nyelvre fordították le, és kb. 100 helyre kiment a tegnapi nap reggelén, úgyhogy minden évben ezen a napon felhívjuk a figyelmet a petefészekrákra, és idén ezzel a kisfilmmel szeretnénk ezt megtenni. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük, hogy itt voltak nálunk. Fontos volt, hogy azért beszéljünk erről. Elszomorító volt egyébként az, hogy mind a betegséghez kapcsolódik, de beszéltünk róla. Köszönjük szépen a lehetőséget. Szeretném.